A bátrabbak az esőben bicikliztek a szlalompályán, mások kártyáztak, vagy épp rejtvényt fejtettek az épületben. Április 1-én ünnepli a krízis kezelő 30. születésnapját. Ez alkalomból egy sportnapot szerveztek csütörtökre. A programok egy részét ugyan elmosta az eső, de így is emlékezetes napot töltöttek együtt az ott dolgozók és az ellátottak. Ez is akadály volt. Zsapka Attila 1994 óta dolgozik a krízis kezelőnél, 1998 óta vezeti az intézményt. Mint mondja, az elmúlt három évtizedben a folyamatos fejlesztésre törekedtek. Lépésről lépésre jöttek létre azok a legfontosabb telephelyek és szolgáltatások, melyek a fehérvári hajléktalan ellátás legfontosabb alapkövei ma is. 30 év alatt több ezer emberen tudtak segíteni. A kríziskezelő központ vezetője legnagyobb eredménynek az utcán élő hajléktalanok számának fokozatos csökkenését tartja. Az elmúlt 5-10 évben ugyanis a számok közel 200-ról 100 alá csökkent a városban. Az elmúlt évben az utcai szolgálat terepmunkája felmérései alapján egyértelmű vált, hogy 100 alá csökkent az utcán élők száma. Ezt lehet, hogy ezt a lakosság, az itteni fehérvári lakosság kevésbé érzékeli, mert a közterületen élők száma az olyan 10-15 fő, akikkel állandóan lehet, hogy probléma van, és ugye a lakossági bejelentések nagy része ugye miattuk van, hogy ezt így fogalmazhatom, de sokkal kevesebben vannak a sátrasok, az árkertben élők, illetve egyéb romos épületben élők. Az intézményvezető hozzátette, a következő időszakra is maradt munka bőven. Egy éjjeli menedéke, egy korszerűsítést, fejlesztést mindenképpen szeretnénk megvalósítani a várossal. Erről sokat beszéltünk az elmúlt időszakban polgármester úrral, ahol már a nők részére is mondjuk egy éjjeli menedék helyes lehetőséget biztosítanánk, illetve a cél az lenne, hogy akik az utcáról még megszoríthatok, motiválhatok arra, hogy ne az utcán töltsék a mindennapjaikat, egy ilyen korszerűbb, 1-2-3-4 ágyas éjjeli menedékhelyes ellátásra valószínűleg már szívesebben bejönne, ha nem is minden ember, de már ezzel is hozzá tudnánk járulni, hogy még jobban csökkenne az utcán élők száma. A 30. születésnapra a kríziskezelő dolgozói egy tortával lepték meg az intézmény vezetőjét és az ellátottakat. A kríziskezelő elmúlt 3 évtizedéről pedig egy film is készül, melyet a Fehérvár Televízió is műsorra tűz majd a közeljövőben.